Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Nyitrai Zsolt, országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntöm a Pirkadat nézőit, köszönöm a meghívást! Amilyen hosszú a bemutató, ennél sokkal hosszabb az a sok dolog, amivel foglalkozik, de most pár pillanatot tegyük azt félre, és kezdjünk a konzultációval. Kezdjünk azzal. Mit tud a konzultáció segíteni Magyarország megítélésén külföldre? Ugye nézzük, hogy a kormányzat milyen helyzetben hirdette meg ezt a legújabb, ha jól számolom, már 15. nemzeti konzultációt. Ugye Brüsszel a polgárok megkérdezése nélkül döntött arról, hogy különböző szankciókat vezet be Oroszországgal szemben ugye a háború kapcsán, és Brüsszel azt ígérte, hogy a szankció bevezetése után Oroszország kerül nehéz helyzetbe, ő rogy majd térdre, a háború gyorsan véget ér, és ez Európát egyáltalán nem fogja érinteni. Ehhez képest teljesen a fordítottja történt, és ezért gondoltuk azt, hogy mindenképpen érdemes erre felhívni a figyelmet. Európában elsőként kérdezzük már meg az embereknek a véleményét, főleg úgy, hogy a saját bőrükön érzik az elhibázott brüsszeli szankcióknak a következményeit, hogy mit gondolnak erről. És hát a konzultációs ívek azok október közepe felé fognak érkezni majd a postaládákba. Jó hír, hogy eddig semmelyik konzultáció nem maradt következmények nélkül, legalábbis Magyarországon. Ugye, ahogy említettem, 15 alkalommal kérdeztük meg az embereknek a véleményét, volt itt már nyugdíjkérdésről konzultáció, a gazdasági helyzetről, az illegális migrációról, tehát fontos stratégiai kérdések előtt mindig megkérdezzük a polgárok véleményét, és mindenki elmondhatja azt, aki egyetért az adott témakörrel, vagy aki nem, mindenféle véleményt el lehet mondani. Hát áprilisban voltak választások, és a választások eldöntötték, hogy a nép így választott. Ez így a van. Konzultáció nem ugyanazt fogja bizonyítani? Vagy kell egy megerősítés a polgárnak, hogy Brüsszel a polgárok lássa? Döntöttek. A választások óta, hogyha jól számolom, ez egy olyan fél év, fél esztendő már eltelt, és hát sajnos nagyon sok minden történt ez alatt a fél év alatt, ráadásul nagyon nem jó dolgok, ami az embereket eléggé rosszul érinti. Tehát most már egy más helyzetben vagyunk azért, mint április 3-án, és ebben az ügyben is érdemes megkérdezni az emberek véleményét. Ráadásul ez egy konzultáció, főleg, hogyha annak nagyon erős a véleménye és annak a súlya, akkor ez mindig ad egy megtámasztást a kormányzat politikának belföldön is, meg hogyha mondjuk a miniszterelnök vagy a miniszterek Brüsszelben mennek akkor is, és ezt tudjuk mondani, hogy mivel Brüsszelben és Európa más országában nem kérdezték meg erről az emberek véleményét, Magyarországon ez megtörtént, ez lett ennek az eredménye, kérdezzétek meg erről ti is az embereket. Ön kiemelt témákkal foglalkozik, az egyik legfontosabb, mindegyik fontos, de az egyik legfontosabb az idősek, a nyugdíjasok. A nyugdíjasok tudják a legjobban, hogy ezek a szankciók mennyire nem jók. Így van. Szinte minden nap találkozik velük. Talán még konzultáció nélkül is tudja továbbítani a miniszterelnöknek, hogy ők hogy éreznek, hogy tud a kormány segíteni az ő jobban létükről. Pont tegnap került sor egyébként egy személyes konzultációra és egyeztetésre nagy nyugdíjas szervezetekkel, akik elmondták valóban, hogy ön is fogalmazott, hogy ez a helyzet ez elsősorban tehát mindenkit érint, de a nyugdíjasokat pedig sokkal jobban, vagy inkább sokkal jobban érzik ők ennek a hatásait, hogy csak egyet emeljek ki, mert nem is biztos, hogy gondolunk. Bekövetkezhet majd az télen, hogy nagyon sok közösségi térnek a működését korlátozni kell, vagy be kell zárni ugye az energiaszámlák miatt. Többek között akár olyan helyekét is, ahol az idősek összejárnak klubokba beszélgetni. Egy dekreációra, mint például a fürdők, ahova ők gyógyulni így van, mennek. Igen. És hogyha ez ettől a közösségi élménytől, találkozásoktól, beszélgetésektől, hát a helyzet megfosztja a nyugdíjasokat, akkor az bizony őket nagyon-nagyon negatívan érint, és akkor még a többiről nem is beszéltünk, de ennek biztos, hogy van társadalmi hatása. Tehát lényeg, hogy tegnap is egyeztettünk nyugdíjas szervezetekkel, és a Magyarország kormánya 2010 előtt kötött szövetséget a nyugdíjasokkal, és azt mondtuk, hogy amennyiben megkapjuk a kormányzás felelősségét és lehetőségét, akkor mindent meg fogunk tenni azért, hogy a nyugdíjasok juttatásait megvédjük, élethelyzetüket nyilván a
lehetőségeinkhez képest kedvezőbbé tegyük. És azt gondolom, hogy ezt sikerült is eddig tartani, hiszen ha megnézzük, akkor 4 alkalommal fizettünk eddig nyugdíjprémiumot. A miniszterelnök úr pont tegnap írta alá ugye a következőről szóló döntést, és azért fontos, mert az a szabály, hogy nyugdíjprémiumot kaphatnak a nyugdíjasok, az a baloldali kormányok ideje alatt is hatályban volt, de mégis egyetlen egy alkalommal sem került sor ilyen típusú nyugdíjprémium kifizetésére. Visszaépítettük a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat, és most is egy 4,5%-os kiegészítő nyugdíjemelésről döntött Orbán Viktor miniszterelnök úr, ahogy fogalmazott, azt mondta, hogy ez ebben a helyzetben, meg egyébként is egy becsületbeli ügy, amit mindenképpen meg kell, hogy tenjünk, és összességében tisztelettel és köszönettel tartozunk nyugdíjas honfitársainknak, akik egyébként több mint 2 millióan vannak, azért, hogy megőrizték ezt az országot, hogy felépítették, hogy bennünket felneveltek, és egyáltalán, hogy itt lehetünk. Igen, ez nagyon szép és nagyon jó. De akkor, hogyha Brüsszel a terveik szerint mennek, és nem fogja odaadni nekünk azt, ami általunk úgy érezzük, hogy jár nekünk, akkor miből fog nyomtatni, nem tud pénzt a kormány? Nézze, itt 2 nagyon súlyos dologról kell beszélni. Az egyik az a szankciók kérdéskör, az elhibázott brüsszeli szankciók. Szakértői számítások szerint, hogyha a szankciók közül kivennék az energiát, mint hogy kezdetekkor az volt, hogy az nem is lesz része a szankcióknak, tehát hogyha ezt a hibás döntést megváltoztatnánk, akkor szinte másnapra felére csökkenne mind az infláció, mind pedig az energiaárak Európában. Ez az egyik kérdés. A másik pedig valóban tárgyalásban, ahogy tetszik, vitában vagyunk Brüsszellel, az Európai Unióval, az a nekünk, magyaroknak egyébként járó Európai Uniós fejlesztési források, illetve helyreállítási pénzek. Magyarország teljesítette minden kötelezettségét, ami az Európai Uniós tagsággal kapcsolatos. A bizottság, a tanács, vagy a parlament, vagy mind a 3 összességében különböző feltételeket szabott egy tárgyalás következtében a magyaroknak, és ezekről a különböző jogszabályokról, kérésekről is döntött már az országgyűlés, például ezen a héten az ülésén, és még jönnek a ház elé ilyen jogszabályok és törvények. Minden olyan kérdésnek eleget fogunk tenni, amit Brüsszel kérte. Én azt gondolom, hogy ezt követően minden akadály elhárul az elől, hogy megkapjuk azt a pénzt, ami egyébként a miénk és nekünk jár. Ez így rendben van, de én semmi olyat nem látok, hisz hallottam, a tanács elnöknője megfenyegette például az olasz állampolgárokat a választások alatt, hogyha a jobb oldalra fognak szavazni, akkor Magyarország és Lengyelország sorsára fognak jutni, és ezt ő komolyan is gondolta, ez a belügyekbe való beleszólás. Hát nyilván azt gondolta, hogy átveszik majd a jó példákat, amelyek Magyarországon megtörténtek, például konzultáció formájában megkérdezik az emberek véleményét, különböző árstoppokkal, például benzinárstoppal, vagy rezsicsökkentéssel segítik a családokat, mint ahogy az Magyarországon történik. Miért jó a 26-oknak, hogyha mondjuk mi vagyunk a 27-ek a példakedvér, hogyha nekünk rossz? Mert ezt szeretném megérteni, hisz hogyha egy klubnak tagjai vagyunk, akkor mindenki ugyanúgy kell részesüljön a jóba meg a rosszba. Szerintem ez nyilvánvalóan senkinek nem jó. Én úgy gondolom, hogy mi talán magyarok egy picit közelebb vagyunk a valósághoz, vagy két lábbal állunk a földön, hiszen most épp a mi szomszédunkban dúl háború, az illegális migránsok rajtunk keresztül próbálnak bejutni az európai közösségbe, a többi országba, tehát mi találkozunk először ilyen típusú problémákkal, ezért talán nyugatabbra később értik meg ezeket a nehezebb, bonyolultabb élethelyzeteket, de bízzunk benne, hogy amikorra megértik, addigra mi jó megoldási javaslatokkal is elő tudunk állni, mint ahogy egyébként ez egy sor ügyben már előfordult. Szittak, ostoroztak bennünket, hogy hogyan hozhat Magyarország különböző döntéseket fontos ügyekben, majd egy fél évre rá ők is elkezdték ezeket alkalmazni. Van egy kis időbeli csúszás, bízzunk benne, hogy ezt sikerül napról napra lecsökkenteni. Többek között nem az idős emberekkel foglalkozik az állatok problémájával, vagy például a halászattal. Ki gondolt volna arra, hogy például csak akik halászattal foglalkoznak, akár sportszerűen, akár hivatásszerűen, azok több százezerre nem vannak. Hogy tudja őket koordinálni? Kicsi, de kreatív csapatommal kiemelt társadalompolitikai ügyekkel foglalkozunk a miniszterelnök úr megbízásából a miniszterelnök kabinetirodán, és az a feladatunk, vagy személy szerint nekem is az a feladatom, hogy ez a kiemelt társadalmi
csoportok, közösségek, egyének ügyeit feltérképezzük, és ezen ügyek megoldását vagy előrehaladását kormányzaton belül elősegítsük. Most már feladatunk az is, hogy kiemelt társadalompolitikai kérdésekkel kapcsolatban a kormányzat intézkedéseit, döntéseit és kommunikációját azt összehangoljuk. Ennek részeként került sor az előbb már említett tegnapi nyugdíjas egyeztetésre is. Beszéltem halászatról, és nagyon érdekes, hogy már is egy másikra ugrok, fogyatékossággal. Nagyon sokat foglalkozik azokkal a fogyatékos szervezetekkel, érdekképviseletekkel, akik próbálják a klienseik érdekeit képviselni. Mennyivel nehezebb róluk gondoskodni, mint mondjuk a halászokról? Hazánkban több mint 600 ezer honfitársunk él valamilyen fajta fogyatékossággal. Azt szoktunk mondani, hogy az érintettség az 1 millió főt is meghaladja, hiszen én azt mondom, hogy abban a családban, ahol van egy fogyatékossággal élő családtag, ott szinte az egész családnak a mindennapjait meghatározza ez az élethelyzet. Meg kell tudnunk átérezni az ő élethelyzetüket, mik azok a célok, amelyeket el akarnak érni, mik azok a problémák, amelyeket le akarnak küzdeni, és ezért fontos, hogy legyen közöttünk egy folyamatos párbeszéd, hogy megértsük ezeket a dolgokat. A legutolsó ilyen aktivitása szerintem az év egyik legszebb rendezvénye volt egy pár héttel ezelőtt, melyet hát már nagyon sokadik alkalommal rendeztek meg az értelmi fogyatékosok az évfolyész. Ez a sérült gyermekek napja az állatkertben, amikor is egy hétfői napon, amikor mindig jó idő szokott lenni, ha előtte és utána esik az eső, akkor is. Több mint 10 000 gyermek az ország minden részéről térítésmentesen részt tud venni, és egy nagyon szép napot tudnak együtt eltölteni. Hogy tud egészséges maradni, és ezt a sok problémával élő társadalmat nem magára venni, hisz minden nap egy kiemelt társadalmi réteggel foglalkozik? Én azt gondolom, ez a közéletnek a legszebb része egyébként, mert hogyha mi sokat dolgozunk, és talán előre is tudunk lépni, az mindig azt jelenti, hogy egy-egy egyénnek, személynek vagy közösségnek tudunk segíteni. És ez szerintem egy pozitív energia, ami a közélet mindennapjában talán ritkábban fordul elő. Ennek köszönhetően figyelem a kezét, amikor az országgyűlésben a gombot megnyomja, és addig, amíg mások kapásból nyomják, ön mintha mindig egy kicsit gondolkodna. Hát ez lehet, hogy annak köszönhető, hogy kicsit be vagyok lassulva, mert azért az országgyűlésben hozzá kell tenni, hogy amikor nagyon sok szavazás van, nem mindig tudja az ember, hogy miről dönt, miről szavaz éppen, de természetesen frakciúlésen ezeket a témaköröket át szoktuk részletesen beszélni, és ott kialakítjuk az ezzel kapcsolatos álláspontunkat. Úgyhogy általában igyekszünk a helyes döntést meghozni. Ha ez mégsem sikerülne elsőre, akkor bennünk van a képesség, hogy azt korrigáljuk. Ahogy megkezdődött a televízió, azt mondják, hogy az évad az új ülésszak. Nagyon sok törvényt kellett megszavazni, és ennek még nincs vége. Hát mi most kezdődött az ülésszak, úgyhogy előtte vagyunk a nagy dolgoknak. Időnként nem érzi úgy, hogy le kéne ülni az ellenzékkel, és megmagyarázni nekik, hogy ők is ugyanebbe az országba élnek, és csak most erre az időre, amíg baj van, együtt legyenek, utána meg lehet megint haragudni? Szerintem sor kerül ezekre a dolgokra a parlament plenáris ülésén is, bizottsági ülésen is, és különböző társadalmi egyeztetéseken is. Tehát én a munkám folyamán nagyon sokszor ülök le, és találkozom olyan szervezetekkel, akik azért az élet vagy a közélet nagy dolgairól nem biztos, hogy azonos a véleményünk, de az őket érintő ügyeket azokat előre tudjuk vinni, és ez fontos. Ide kellene valóban eljutni, hogy legyenek olyan nemzeti ügyek, amelyek pártokon, kormányokon fölállóak, hiszen azok minden magyar számára fontosak. Reméljük, hogy látunk majd ebben is biztató jeleket. Én is bízom benne, hogy több ideje jönni hozzánk, és akkor még több dologról tudunk tárgyalni. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában Nyitrai Zsoltot, miniszterelnöki biztost, az országgyűlési képviselőt látták és hallották, és ne lepődjenek le meg attól, hogy vannak olyan napok, amikor a fogyatékossal, az idős emberekkel vagy a halászokkal kiemelt társadalmi problémákkal, illetve nem problémákkal, hanem a társadalom szerves részével foglalkozik. Köszönöm, hogy időt szakított ránk. Köszönöm a meghívást. Előzetesek, és már is érkezik felvételről. Korábban rögzítettük Szabó György, a büszke magyar izraeli zsidó, a Mazsök elnöke.
mai beszélgetésünkön az aktuális ünnepekről beszélünk, és legközelebb majd a gazdasági világválságról, ami közeleg, na meg a szomszédban folyó háborúkról, hogy ilyen körülmények között jótéti munkáját hogyan tudja végrehajtani.